Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Nos, a srácok, Battlefield 5 zárt alfa, hála Istennek, ott tudtam lenni, és hozni tudok nektek egy kis értékelőt, hogy meglássuk, merre visz ez a Battlefield 5 vonat. Előre kiemelem, alfáról van szó, zárt alfáról van szó, a játék októberben jelenik meg, és addig sok minden változhat, viszont azért kiérezhető a játék iránya, és hogy merre akarják vinni, úgyhogy a glitchekre, bugokra nem fogok egyáltalán ráfókuszálni, viszont egy őszinte véleményt fogok mondani, mert hát ugye engem nem fizetnek azért, hogy jó véleménnyel beszéljek a Battlefieldről, viszont természetesen ez nem jelenti azt, hogy csak rossz dolgokat fogok mondani róla, objektíven próbálok majd hozzáállni, és tényleg egy gameplay oldalról megközelíteni, és minden tapasztalatot, amit az évek alatt a shooterekről összeszedtem, felhasználni, és kielemezni azt, hogy mit várhatunk esetlegesen ettől a játéktól, és jó lesz-e, jobb lesz-e, mint a Battlefield 1, vagy az eddigi Battlefieldek, úgyhogy vágjunk is bele. Az első dolog, ami számomra nagyon szemet ütött, vagy inkább érzést ütött, hogy így mondjam, az volt, hogy egyáltalán nem éreztem ezt a játékot második világháborúsnak. Szóval az érzet valahogy olyan volt, mint hogy akár modern fegyverekkel is lőnék. Természetesen itt most csak egy pályát próbálhattunk ki limitált fegyverekkel, de viszont az, hogy skinek vannak a fegyveren, és valahogy úgy rajzolták meg a fegyvereket, hogy úgy nem érzed azt a második világháborús nyomást. A játék tempója is gyors ahhoz képest. Tehát, és úgy valahogy nem érzed, hogy ennek olyan második világháború szaga lenne, ami jó dolog. Tehát egyelőre, ez egy pálya. Tehát, és a gameplay, és a fegyverek, a katonák, tehát az egésznek a hangulat, és van egy olyan érzésem, hogyha erre rájönnek még a skinek, akkor semmi kép sem lesz meg a második világháborús érzet. És van egy olyan érzésem, hogy direkt akarták így. Mert hogy ők is érezték, hogy az első világháborúból elég lesz, és a második világháború, tehát a Battlefield 1 már-már második világháborús, és azon úgy érezni, és a fegyvereken, és többi. Viszont ezzel a második háborúval úgy spékelték meg jó hallottam, lesznek benne ilyen prototípus fegyverek. Szóval az egészen egy ilyen steampunk szaga van. Értitek? És ez egy jó dolog. Egy ilyen steampunkosított Battlefield egészen jó ötlet, azt kell, hogy mondjam, és tényleg nincs meg az érzés, akár egy BF4 is lehetne ebből a szempontból, és ez jó, ez számomra egy pozitív dolog, ezt szerettem volna, hogy így legyen a dolgokból. Térjünk rá egy kicsit a gameplay című dolgokra, és elsőre összefoglalom, beszéltem ott egy barátommal, és kérdeztem, hogy na, neki hogy tetszett ez a Battlefield 1 téma, és azt mondta, hogy egy erős Battlefield 1 DLC-nek elmegy, de teljes árra semmiképp sem. Nos, én ezzel nem tudok egyetérteni. Úgy gondolom, hogy minden, ami a Battlefield 1-ben rossz volt, a Battlefield 5-ben csak sokkal jobbá tették. Tehát minden rosszat konkrétan, amit ott megcsináltak a Battlefield 1-be, kihagytak belőle, és megcsinálták a Battlefield 5-öt, és egy nagyon kellemes és pozitív benyomásom volt elsőre a gameplayről, és miközben játszottam vele, most egy több mint 5 órát eltöltöttem benne, mikor látjátok ezt a videót, és amíg játszottam vele, tehát így rádöbbentem, hogy mennyi rossz szokásra szoktam rá a Battlefield 1-ben eltöltött idő alatt, mennyivel rosszabb lett a célzásom, mennyire ráhagyatkozom bizonyos dolgokra, amit a Battlefield 1-ben alapból van, mennyivel könnyebb lőni a Battlefield 1-ben, és emiatt olyan rossz szokások alakultak ki, hogy komolyan mondom, amikor először próbáltam játszani a Battlefield 5-et, ez siralmas volt, tehát
Nem, tehát ugye nagyban függ egy játékosnak a játék élménye, hogy milyen az első benyomás, hogy sikerélménye van-e a belső benyomásban, és azt kell, hogy mondjam, srácok, nekem a Battlefield 5-ben az első benyomásom lehetne iszonyat rossz, mert olyan rosszul teljesítette, hogy néztem, hogy én ezzel a játékkal nem fogok tudni játszani. Persze aztán elkezdtem kitanulni, megtanulni az apróságokat, és már egyre jobb kezdtem lenni, és, de azt kell, hogy mondjam, hogy egyszerűen szörnyű, amit a Battlefield 1 művelt, azzal a skill-lel, amit így fel tudnék használni shooterekben, lövés terén, nagyon-nagyon rossz, és most döbbentem rá, mert ezek a Battlefield 5-ös srácok, vagyis hát a DICE, ugye, valamit összehoztak itt, és nem egy rossz dolgot hoztak össze. Minden egyes fegyvernek külön mechanikája van, és külön meg kell szokni a visszarúgást, a lövési, a lövés mintázatot, minden külön fegyvert másképp kell irányítani. Minden fegyver, ami lesz, és itt érződik az alfában, és minden fegyver minden távon másképp teljesít. És ez egy skill szintre emeli a játékot. Nem lesz könnyű. Minden fegyvert meg kell tanulni. Lesznek kedvenc fegyvereid, és lesznek, amiket utálsz. És mindegyikkel tényleg külön foglalkoznod kell egy kicsit, hogy rájöjj, hogy melyik és hol teljesít jól. És rájössz nagyon gyorsan, hogy fegyverek nem működnek minden távon jól. Minden fegyver másképp fog működni távon. És ez, srácok, jó dolog. Ez lehetőséget ad tapasztalt játékosoknak és kezdőjátékosoknak egyaránt fejlődésre, tanulásra, és célt ad, értelmet ad annak, hogy játsz ezzel a játékkal. Persze majd még meglátjuk, hogy milyen feloldható cuccok lesznek, és hogyan oldják meg a mikrotranszakciókat. Sok van még itt kérdésben, de az első benyomásom azzal kapcsolatban, hogy ezzel lehet egy skill játékot játszani teljes mértékben megvolt, és azt hiszem a veteránok elégedettek lesznek ezzel a Battlefield-et. Alfa, jó? Alfa. Kiderül. De elsőre le a kalappal. Úgy belemerültem, egyre több órát játszottam vele. Egyszerűen egyre jobban elkezdtem megtanulni, éreztem, hogy meg akarom tanulni, jobb akartam lenni. Nem mint a Battlefield, hogy bement, darálta egy-kettőt, és az emberek már hullottak előtte, jóformán semmit nem csináltál, mert a fegyver megoldotta helyetted. Nem, itt tényleg oda kell tenned magad, meg kell gondold magad, hogy mikor és milyen távra lősz. És ez nem, és még hozzá, ezt még kispékelték azzal is, hogy nagyon-nagyon limitált a lőszered. Szóval összesen 60 lőszer van nálad, amitől hasra éppen nem esel. Tehát az jó két tár, és természetesen ez így el van tolva arra, hogyha light machine gun-t viszel magad, akkor persze kicsit több, de mondhatni azt, hogy két tárnyi lőszered van, és hát az nem sok. És kétszer meggondolod, hogy mikor lősz, és kire lősz, és milyen távol lősz, és hogy őszinte legyek, ez egy kicsit, hogy két tárnyi lőszered van nagyjából, egy kicsit húzós, még nekem is így, hogy tapasztalt játékos vagyok, mert a rossz szokás, amire Battlefield-ekben eddig megszoktam mindegyikbe, az az volt, hogy konkrétan mindenre lőttél minden távra, mert hogy volt lőszered, nem, le van szarva. Na, itt most azért nem. Itt azért meg kell most gondolod, hogy kire lősz. Egy kicsit a 61 lőszer húzós abban az arányban, hogy a társak nem nagyon utánpótolnak lőszerrel, de nincs pánik, ugye, mert hogy el vannak helyezve a pályákon különböző helyeken ilyen lőszer utánpótlók. Ami azért ugye arra késztet, hogy megtanuld a pályákat jobban, és emiatt ugye jobb pályaismereted lesz, tapasztaltabb leszel ezen a téren, ami nem egy rossz dolog. A hátrány az, hogy néha kempelik ezeket az utánpótlásokat. Viszont az újabb hátrány az, hogy mivel csak kb. Két tárnyi lőszert adnak, az utánpótlás helyek elszórva a pályán nem túl gyakoriak, így aztán a játék néha átmegy abba, hogy keresgéljük a lőszert. És egy kicsit húzós, tehát hogyha nem mondjuk 61 lőszered lenne az Assault Rifle-ok esetében, hanem 91, akkor már egy egész pofás játékot lehetne csinálni, de viszont az út, amerre elindultak ezzel, az tökéletes. Tehát ez kell, ez jó.
ez jó, hogy egy taktikai szintre emeli a játékot, egy kicsit finomítani kell igazából, és rendben lesz. Örülök, hogy hallgatok arra feedbackre, hogy ha fölélesztesz embert, lőszert, azt tudjátok, az ilyen support szerepek ne kapjanak annyi XP-t, mint azok, akik aktív szerepet csinálnak. Ez egy jó dolog végre, tehát végre az van, hogyha ölök és foglalok és a többi, akkor több pontot szerzek, mint az, mint aki ül egy sarokba és lőszert ad az embereknek. Tehát ez már egy pozitívum, hogy őszinte legyek. Az újraélesztési animáció, ami azt illeti, hogyha nem vagy medik, újra tudod éleszteni a squad társaidat. Kicsit lassú, de nem azért készült, hogy orvaszájba élesztgesd az embereket. Szóval megfontoltan kell azzal bánni, és akkor éleszteni az embereket. Ennyit tudok róla elmondani. Sokan szígyek. Én őszinte leszek, tényleg nem arra készült, hogy orvaszájba éleszt fel a társaidat. Csak arra, hogy taktikus esetben, ha nincs körülötted senki, föléleszél valakit. A medik viszont egy kicsit éleszthetne gyorsabban és kevesebb animációval. Hogy őszinte legyek, reméljük ezen fognak változtatni. Szóval ennyit, pozitívum. Tank gameplay elképesztően nagyon kellemes a Battlefield 1 után. Iszonyat jó a kompozíció. Az egyetlen hátránya, hogy őnekik is lőszert kell tölteni, és néha láttam egy-két tankot, hogy azzal szórakoztak, hogy kb. Beálltak a lőszeres doboz mellé, és onnan lőttek folyamatosan, és úgy építettek kétriket. Viszont nem overpowered-ek, és nagyon gyorsan szétkapják őket az asszoltosok, és tényleg ez egy jó dolog. Nem tudnak a tankok über faszom kétrikekre rámenni, hanem meg kell fontolják, hogy mit, hogyan, hány és merre, meddig. Limitált lőszerük van, szóval adott esetben még ott is kell hagyni a tankot, mert kifogytál a lőszerből, és nem tudtál eljutni a következő lőszeresig. És bemész egy városabb lakta helyre, szétszednek azonnal. Szóval, hogyha lesznek olyan a pályák, akkor valószínűleg jobban fognak tündökölni a tankok, de egyébként ezen a pályán, ez az egy pályán, ha nem vigyáztál, szétszedtek azonnal, tehát egy gond nélkül, és nagyon aktívak voltak ezen a téren a játékosok, hogy rájöttek, hogy nem nehéz szétszedni itt a tankokat, nem olyan macera, mint Battlefield 1-ben, vagy 4-ben, vagy 3-ban. Szóval ez egy pozitívum. A repülés tekintve nem sokat repültem, viszont azt kell elmondjam, a legjobban a Battlefield 1-re hajaz, ami nem baj, mert Battlefield 1-ben a repülés jó. Egy problémát véltem felfedezni, a fordulás iszonyat lassú, azt kicsit tehetnék gyorsabbra, viszont nagyon hangulatos, nagyon gizda, nagyon jó ki van találva, és térünk rá a nagy lényegre, a spotolásra, és ugye itt a repülésről átvíve a dolgokat. Az, hogy repülsz, azok, akik a Földön vannak, most jelen pillanatban tök biztonságban vannak, mert spotolni lehetetlen, konkrétan így aztán a repülők egyre nehezebben találják el azokat, akik a Földön vannak, de ez majd még kiderül a játék fejlődésével, természetesen egyelőre szinte lehetetlen volt azokat előni, akik a Földön vannak, kb. Csak a tankokra mehetsz rá, viszont maguk a repülő-repülőelleni csaták kurvajok. Viszont rátérve a spotolásra, úgy gondolom, hogy egy fantasztikus ötlet, amit most kitaláltak ezzel, lehet, hogy sokan szeretik, lehet, hogy sokan nem. Én a szeretik oldalon állok, egyszerűen nagyon jó dolog, hogy így csinálták, hogy csinálták. Embereket már nem lehet kispotolni, csak helyeket, teritoriumokat nagyjából, hogy hol helyezkedik az ember. Ám viszont, hogyha rázoomolsz, az adott enemire kispotolja neked, ezzel könnyítve meg a célzásodat. Ez így jó. Le a kalappal, hogy miért nem tudták ezt 5000 évvel ezelőtt kitalálni, nem tudom, de ez így most jó, hogy őszinte legyek. Nem árulnak el, tehát azon, ha valaki nem tudnak kispotolni, nem leszel elárulva, a pozíciód nem lesz elárulva, csak a nagyjáboli helyszíned, meglepetést tudsz okozni az emberek, és csak akkor ugye leszel kispotolva, hogyha rád zoomolnak, vagy te rázoomolsz valakire, és akkor ki tudsz spotolni az enemit. Ez nekem jó. Első benyomásra, alfa, zárt alfára, eltekintve a játék apró hibáit, és eltekintve attól a borzalmas effektektől, amik benne vannak, tehát olyan sűrű a hóesés azon a tetves pályán, hogy szart se látsz, nem látod az enemit. Az effekteket lejjebb kell tenni. De így első benyomásra pozitív volt az egész. Meglátjuk még a béta alkalmával, hogy lesz ez a dolog, és hogy fog állni, de októberig sok víz folyik le a Dunán, és sokat fognak rajta változtatni, reméljük a pozitív
irányba, és megtartják ezt az irányt, mert most a Battlefield 1-nek megvan a lehetőség, bocsánat, a Battlefield 5-nek megvan a lehetősége, hogy így kiemelkedjen, és egy fasza, de fasza játék legyen, de komolyan mondom, de meglátjuk, ez még csak egy zárt alfa volt, és az zárt alfával kellemes élményem volt, hogy őszinte legyek. Srácok, köszönöm a figyelmet, ha tudtam segíteni, dobj egy lájkot, Discord szervünk videó leírásában. Neked mi volt a véleményed erről a játékról, ha benne tudtál lenni a zárt alfában, kommenteket lent várom a videó alatt, kérdések Facebookon. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!